Dicsőség Istennek! Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség és az emberekhez jó akarat. Lukács evangéliuma 2. fejezet 14. vers. Megérkezett. 2000 évvel ezelőtt angyalok hozták hírul az embereknek, hogy Jézus megszületett. El tudod képzelni a jelenetet? Pásztor vagy. Este van. A nyája karámban, a pihenőhelyen. Ülsz a többi pásztorral a zsarátnok körül. Beszélgettek. Álmos este van. Aztán hirtelen fényesség, és közeledik, és csak közeledik. Egyenesen kis csoportotok felé. Szemellenzőként teszed kezed a homlokodhoz. Mi akar ez lenni? Aztán nagyon hamar meglátod, hogy egy angyal. Mikor épp arra gondolsz, hogy talán a fáradtságtól álmodsz, látod, hogy a többi pásztor is ugyanazt látja. Már ragyog az egész mező, egyetlen angyal fényétől. Amikor szemed kezdi megszokni a fényességet, újabb csoda. Isten dicsérő mennyei angyalok sokasága. Aztán tisztán, jól érthetően a következő szózatot hallod. Ne féljetek, mert nagy örömet hirdetek nektek, mely az egész népnek öröme lesz. Mert megszületett ma a megtartó, az Úr Krisztus, a Dávid városában. Ez a jele. Találtok egy kisgyermeket bepójálva feküdni a jászolban. És hirtelen az angyallal mennyei seregek sokasága jelent meg, akik az Isten dicsérték, és ezt mondták. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Ez történt 2000 évvel ezelőtt. Tudod, hogy ez hamarosan ismét megtörténik? Nem sokára, azaz nagyon hamar Jézus Krisztus ismét eljön. De nem egy istálóban, egy szegényes jászolban, hanem angyalok sokasságától kísérve, hatalommal és dicsőséggel. És akkor feltetszik, meglátszik az ember fiának jele az égen. Meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben, nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval. Egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti uratok. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia. Szeretnék azok között lenni, akik meglátják az ég felhőiben visszatérő Jézus Krisztust. Remélem, találkozom veled majd ott a nagy tömegben.